Üdvözlök mindenkit, Tari Ádám vagyok, és a mostan alkalommal olyan témát hozok, amit már kértetek durván 2 hete, másfél-két hete. Hogy csinálják erről a Thon Johnsonnak a felhúzásáról videót. Na most kérem szépen, volt ez, hogy ugye Eddie Hall megüntötte a világrekordot 500 kg-mal, és most igazából Thon Johnson 1 kilóval verte el, tehát 501 kg-ot húzott fel, úgyhogy ezt a videót itt is láthatjátok. Most ezen kívül, ahogy már említettem talán egy hónapja, vagy másfél hónapja egy videómban, boxmeccsük lesz, ugye kihívta, talán Thon Johnson hívta ki Eddie Hallt boxolni, úgyhogy jelenleg mind a ketten felkészülnek, láthatjátok is, hogy Eddie Hall is készül erre a boxmeccsre, illetve Thon Johnson is, és a videót elnézve én azt mondanám nektek, hogy hát jobb erőben van sokkal Thor, mint Eddie, úgyhogy ha engem kérdeztek, valószínűleg ez a boxmatch, ez sorra kerül egy ilyen 1-1.5, nagyon maximum 2 hónapon belül. Remélhetőleg sorra fog kerülni ez, és szerintem Thor fogja vinni a pálmát. Nagyon jó erős ember mind a kettő, nagyon jó erőemelők, viszont én úgy látom, hogy Thorban benne van ez a tűz, ami Eddie Hallban már nincs meg. Régebben benne volt Eddie Hallban is, hogy jobb és jobb legyen. Mint hogyha azt látnám, hogy Thor most erősebb, nem is nagyon fizikálisan, hanem inkább mentálisan, ami szerintem többet jelent, hogyha valaki mentálisan erős. Szerintem Thor fogja tartani a világrekordot felhúzásban egy jó ideig. Eddie szerintem most nem fogja elverni, illetve ő is fogja nyerni a boxmeccset, ami remélhetőleg mondom egy ilyen másfél-két hónapon belül láthatunk. De írjátok le ti a komment szekcióba, hogy ti mit gondoltok róla, ti hogy látjátok, és hát beszéljük át, én kíváncsian várom, hogy ki mit gondol, ki kinek szurkol, szerintetek ki fog nyerni és miért, úgyhogy mondom, kommenteljetek! Hogyha szeretnétek személyre szabott edzésteret vagy étrendet, tudjátok mit kell tenni, látogassatok el weboldalamra, ami az aramteriprofizik.hu, illetve aki gondolja, kövessen be Instagramon is, aramteriprofizik a nevem, hogy látassátok posztjaimat, akcióimat, edzéstervekre és étrendekre is. Köszönöm szépen a figyelmet még egyszer, Tari Ádám voltam, peace!